miniszterként 2012. májusában ide érkeztem a minisztériumba, akkor eldöntöttük, hogy néhány hónapon belül aláírjuk a francia-magyar koprodukciós filmmegállapodást, és most ez majd 3 év elteltével sikerült. De ha arra gondolunk, hogy az utolsó megállapodást azt 1970-ben írtuk alá, tehát ha jól számolom 45 évvel ezelőtt, akkor ha ez a megállapodás 45 évig kitart, akkor jó munkát végeztünk, és megérte a befektetést. A magyar-francia filmek területén folytatott együttműködés az majdnem 100 éves egyébként. Beszélhetünk a kölcsönös inspirációról, a nagy francia új hullámnak a magyar film megújítására, gyakorolt hatásáról. De talán az egyik legfontosabb dolog számunkra az, hogy Franciaország, a francia film, a francia filmpolitika mindent elkövet azért, hogy a hazai gyártású filmeknek az aránya minél nagyobb legyen az ország kultúrájában. Ebben nekünk, magyaroknak még komoly fejlődésre van szükségünk. Még mindig nagyon alacsony a magyar gyártású filmeknek az aránya a moziba bemutatott filmek között. Ez a megállapodás most lehetőséget nyújt arra, hogy francia-magyar koprodukcióban, mind Franciaországban, mind Magyarországon ezeknek a filmeknek a száma, és így az aránya is növekedjen. A lényeg az az, hogy kölcsönösen biztosítjuk egymást. A francia gyártású filmek, vagy a koprodukciós filmek minden olyan kedvezményt megkapnak Magyarországon, ami a magyar gyártású filmeknek jár, illetve Franciaországban számunkra is nyitva állnak ezek a kedvezmények, tehát a kölcsönösen azonos elbánásban, a lehető legjobb elbánásban létesítjük, támogatásban részesítjük ezeket a filmes vállalkozásokat.